Sziasztok! Mielőtt nekifogna bárki is hőbörögni a cím miatt, ez valóban a franciák passzátja, és meg fogjátok látni, hogy miért. Nem hiába hoztam ezt a B7-et ide összehasonlításképpen, csak a felvezetés erejéig. A 2010-es évek elején, amikor ez a B7-es is megjelent, hát nem mondom, hogy párhuzamosan, mert egy évre rá, 2011 márciusától lehetett kapni ezt a Peugeot 508-as kombit, amit a matek alapján meg fogjátok látni, hogy teljesen a Passat konkurenciának szántak a franciák, ők nem fognak német autóval járni, így hát csináltak maguknak egy teljesen új 508-as modellt, ami a 407 vagy a 607-es modellt váltotta. Nagyon jól bevált motorokat használtak, kivéve az 1.6-os Prius motort, ugye, amiről totálkártól kezdve mindenki cikkezett. Azt a motort nagyon nem találták el, közösen fejlesztették a BMW-be, szerelték minikbe, mindenbe, de semmibe se volt jó. Viszont az 1.6 HDI, amit ismerhetünk Volvo-tól, a Fordokon keresztül, Peugeot Citroën modellekbe, bármibe, a PSA mindenben nagyon szívesen szerelte, ugyanez van ebben is. Ebben egy 1.6 eHDI van, ami a start-stop rendszert és egy kis elektronikus szervopumpát tartalmaz, erről majd beszélünk egy kicsit később. Úgy gondoltam, hogy simán össze lehet hasonlítani a Passat 1.6-os TDI verziójával, hiszen a két motor is nagyon közel áll egymáshoz, mind teljesítménybe, mind nyomatékba. Az adatok, a gyorsulási adatok, minden nagyon közel áll egymáshoz, és tényleg felszereltségi szintben sem marad el egy kicsit sem a Passattól. Igaz, hogy a Passat egy kicsit erősebb, jobban összeszerelt német autónak érződik, de a franciás kényelem, ami a futóművet illeti, illetve a beltérnek a kialakítását mind dizájnban, szerintem magasan kirándulósabb, élvezhetőbb, mint egy Passatban. A Peugeot esetében például kapunk egy teljes tetőpanoráma ablakot, van automata váltónk is, természetesen nem olyan jó dupla kuplungos, mint mondjuk ebben, hanem egy sima robotizált váltó, ami tulajdonképpen egy manuális váltót imitáló. Kis elektronikus jelek segítségével nyomja be helyettünk a kuplungot, de vannak kis váltófüleink a kormányon, hogy egy fokkal élvezhetőbb legyen. A mai részben ezt az 508-as Peugeot fogjuk közelebbről megnézni, kívülről, belülről, vezetési élményre, és hogy mit is kapott az ember 2011-ben, ha egy teljesen felszerelt 508-as Peugeot választott. A Renault Selection márka független használt autó hálózatnak hála, ennél az autónál is tényleg állapotot kell nézzünk. 310 000 kilométerben van mindjárt, de az állapotáról senki nem mondaná meg, mivel nagyon megkímélt, mind kívül, mind belül. Meglátjátok, gyönyörű maga az egész kialakítás és helykínálat is. Mielőtt belemennénk a részletekbe, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, még nem tettétek, ezzel segítitek az én munkámat és a csatorna fejlődését is. Valamint, ha megnyomjátok a kis csengőt, akkor értesítést kaptok a telefonotokra a jövőbeli feltöltésekről, és semmiről sem maradtok le. Az autó, mert brutálisan hideg van kint, úgyhogy egy kicsit beszélgessünk is, amíg annyira melegedünk. Még húzom a hőfokot. Két zónás klíma van benne. Szerintem első ránézésre is látszik, még az avatatlan szemnek is, hogy nagyon-nagyon szép a beltér, tágas. Egyáltalán nem érzem kisebbnek a Passatnál. Talán ez a középkonzol rész az, ami kicsit több helyet elvesz a lábterünkből, nem az a határozott egyenes, mint a németeknél, hanem itt egy picit meg van játszodva, de én azt mondom, hogy nagyon szép lett. Ez a kormány is ugyanazt a bőrfogást érzem, mint a Volkswagen-ekben, pontosan ugyanazt a sima, kisimulós bőrt, ami egy idő után se fog úgy lemorzsolódni a kezedbe, hanem ilyen szépen megmarad. An igazi bőrérzése van tényleg, nagyon-nagyon jó. 310 000 kilométer, és ezen a kormányon nem mondod meg. Multivolánunk van, tudunk innen is irányítgatni mindent, pont ugyanúgy, mint a Passat esetében. Nagyon sok gombot felhelyeztek, ami még a kormánynak egy hatalmas előnye, de nem is a kormánynak, hanem magának az autónak, azok ezek a váltófülek. Ezeket ki is fogjuk próbálni most útközben, mindenhol azt írják, hogy sokkal jobb manuálisan vezetni, mint a robotizált váltóra bízni. Én ezt el tudom hinni. Robotizált váltót próbáltam még MCV-ben, Dacia Logan MCV-ben, a kombi verzióban. Hát abban se volt valami jó, az az igazság. Tehát a
maga az érzés, ahogy váltott, viszont ott is a manuális módban nagyon jól lehetett pöcögtetni, és itt még kormányváltó is van, nem kell ide lenyúlni, úgyhogy ez megint egy plusz érdekesség. Gyönyörű a műszerfalunk, egész hosszan puhított minden, az ajtók tetejéről sem feledkeztek meg, ez is puhított, és szerintem ez az egyik legszebben behelyezett kis tablet, amit autóban láttam mostanában. Régebbi autóban, nem újban persze. Gyönyörű. Tehát ennél szebben a Passat se oldotta meg, ez biztos. Nagyon praktikus az, hogy itt kaptunk 2 darab pohártartót jó magasságban, és a tabletünk is jó magasságban van, nem itt lent van, nem ide fel van pöckölve, pont az a tökéletes rész, hogy alig kell oda pillancsak. Nagyon-nagyon tetszik. Van egy kis médiaegységünk CD lejátszóval, Bluetooth-tal rá tudunk csatlakozni, és itt van a váltunk, amihez egy kis térképet is mellékeltek. Kicsit fura maga ez a feje, a franciák mindig elég fura váltó fejeket csinálnak. A középső kis egység az olyan, mint az MMI, hasonlít nagyon rá, vagy a BMW iDrive-jára is hasonlít. Pont ugyanúgy tudunk vele zoomolni a navigációba, kimenni a menübe, telefont felvenni, letenni is itt kell. Külön megemlítenék azok a kis betétek, amik ilyen karbon mintát utánzóan be vannak ide téve. Én ide pont nem ezt tettem volna be, hanem egy puhább anyagot, hogy ne nyomja a lábunkat. Főleg úgy, hogy itt, ez a rész középen, ami a műszereket egybefogja, ez teljesen puhított. Hát akkor miért nem lehetett már alája is megcsinálni, hogy a térdünket ne nyomja? Nagyon jó ez az egybe panorámatető, eszméletlen, ilyen nagyon-nagyon rég láttam autóban. Kis elektromos gombocskával tudjuk eléhúzni, meg van egy negyedik, félig, háromnegyedig vagy teljesen behúzzuk, és gyors. Én amondó vagyok, hogy induljunk el, próbáljuk ki ezt az 508-at már addig, amíg tudunk róla csinálni pár szép kinti képet, és egy kicsit a külsejét jobban megnézni. És igen, megvan a bólogatós érzés az automata váltónkba. Igen, ez az, amit egy dupla kuplung vagy egy CVT váltó nem csinál, hogy nem torpa meg az autó. Érzed ott is egy picit, amíg vált, de ugyanazzal a lendülettel gurulsz tovább, ez itt nincs meg. A kuplung benyomás miatt ugye. Fú, de nagyon stabil a kocsi. Azt a mindenit. Már 80-nal megyek, hát ez közben le kell nézzek az órára, mert nem így érződött egyáltalán. Fú, mennyire kényelmes a futóműve. Kis úthibákon olyan szépen megy át. Hallani őket, de nem érzem. Nem rossz az index hangja. Mások csak tegyük át manuálisba, mert... sokkal jobb! Beszépen vált vissza. Na de falu között vagyunk, úgyhogy itt inkább beszéljünk a kényelemről, milyen szépen tart kanyarba, és tényleg nagyon kényelmes az ülés is. Egy picit talán itt az oldaltartás lehetne kövérebb, keményebb, hogy kanyarban mondjuk ne érezzem azt a pici dőlés se, de nem egy sportautó. Ez egy nagy kényelmes családi autónak készült, komfortos futóművel, nagyon jó kilátással, mindent jó be lehet látni, és annyira jó ez a szabadságérzés innen fentről, nagyon-nagyon tetszik. Analóg sebességóráink vannak, de őszintén nem is kell ennél jobb. Egy picit talán tükröződik az óra most így, hogy pont mögém került a fény, eléggé rátükröződik a számokra. Ezek ilyen apróságok, amiben igazából csak azért kötök bele, hogy tudjak mondani valamit, ne csak azt, hogy hú, te egész jó ez a kocsi. Nem váltottam vissza, de alulról is megoldja a nyomatékból. Tényleg beszéljünk egy kicsit erről a motorról. Ez az 1.6-os HDI, mint a bevezetőben is említettem, mindenbe belekerült. Megvették a Volvosok, Fordosok, az összes PSA termékbe tették, taxinak nagyon-nagyon sokat használták őket, brutálisan sokat mentek, tehát ez a míg a világ plusz két nap kategóriába esik már bele, nem is a plusz egybe. Sok alkatrész nem kell, ha mégis kell valami, akkor annyira sok van belőle, hogy mindent kapsz hozzá olcsón. Motor érdekessége, hogy a részecske szűrőt
az pontosan a turbó után szerelték fel a motor mellett, és sokkal gyorsabban bemelegszik, könnyebben regenerál, nem úgy, mint a többi autóban, ahol ugye alul beteszik valahova az autó aljára, és egy rövid táv alatt ideje sincs rendesen átmelegedni, így nem tud regenerálni sem. Ez az Euro 5-ös autókra nem igazán volt jellemző, úgyhogy ez egy dicséretes mozdulat volt a Peugeot-tól. Az autó átlagfogyasztása papír szerint 4,3 liter, ezt az ember nyáron, ha sokat jár hosszúba, tudja is tartani. 6,6 itt most a város között téli fogyasztásod, szerintem ez is nagyon korrekt. Piasztól függően több lóerő értéke volt kiadva az 1.6 HD-i, ez konkrétan a 112 lóerős változat. Ha a Passathoz hasonlítjuk újra az 1.6 TDI-hez, akkor 7 lóerővel több, mert ott 105 lóas, ugyanez a TDI motor. Itt 270 Nm, ott 250, úgyhogy ott is csak 20 Nm a különbség. A 0-100-as gyorsulása 12 másodperc körül van, 190 a vége, szerintem ennél nem is kell több, de dinamikus az autó. Nem mondhatom egy pillanatra se azt, hogy áll az úton, nehéznek érződik. Tudjátok meg, hogy a Passat alul alacsony fordulatokon nehezebbnek érződik, pedig érdekes. A Passat dízel motorja már 1500-as fordulaton tudja leadni az összes nyomatékot, ez 1750-nél, mégis valahogy ez könnyebben mozdul. Nem tudom, hogy miért. A 2 literesről ne beszéljünk, tehát a 2 literes motorral szerelt Passat nagyon finoman mozdul, ugyanúgy, mint egy A4. De az 1.6-os az nem annyira. Tegyük vissza automata módba, könnyen, komfortosan megyünk. Egész jó az olajszigetelés is így alacsony sebességeknél. Aztán megmondom, a magasnál is, a tetőablak ellenére. Általában, ahol tetőablak van, ott mindig zajosabb a történet. De olyan magától értetődik ez az autó is. És komolyan mondom, a beltere sokkal közelebb áll a szívemhez, ahhoz képest, hogy régi autós beltérnek mondható 10 éves, ugye több mint 10 éves, mint az új Peugeot-ké. Azok annyira futurisztikus, űrhajós, nem tudom, azok nekem olyan szűkek, olyan igen, ránk vannak kialakítva. Ez a klasszikus beltér, ez sokkal jobban tetszik. A motor egyik hibája, amit több tulajdonos is megemlített, de tényleg ez egy banális történet, az a porlasztó alatti tűzkarika átégése. Ez egy banis tétel lehet, hogyha valaki időben észreveszi, viszont ha nem veszik észre, akkor bele tud sülni a porlaszt a motorba, s úgy már teljesen más munkadíjról beszélgetünk. Nagyon szívós, meg kell adni neki a 15 ezerenként az olajcserét, és nem lesz vele probléma. 50 kilóval nehezebb, mint a Passat, 1609 kilós, a Passat 1557, ha jól emlékszem. Általában a Peugeotra az jellemző, hogy alacsony a hasmagasságuk, erre az autóra ez nem igaz. A Passat a 135 mm magas, és ez 184 mm, szinte 20 centis hasmagasságunk van, és tényleg nekem mindig az volt a fejemben, ha 407-esről volt szó, ha bármiről, hogy örökké érte el az alját valahol. Annyira alacsonyra volt tervezve, és több ismerősöm is mondta, hogy nagyon puha a futómű, egy kicsit gödrösebb úton mindig elérjük vele az alját, de az erre az 508-asra nem igaz. Itt a domb, a gáz alatt van egy kis kickdown, gombocska, amit ha benyomsz, akkor visszavált és kiborul. Ó, de szépen megy, Istenem. És akkor elengeded a gázt, még vúvaj, még rátesz egy ilyen apró lökést. De nyugodjunk újra vissza. Mindjárt kiértünk a faluból, és akkor megnézzük, hogy is megy. Még egy baki, ami az összes 508-as jellemzi az internet szerint, hogy beesik az ablak. Az ablak emelő műanyag alkatrészeket tartalmaz, amik egy idő után elfáradnak, eltörnek, és egy az egybe beesik az ablak. Nem drága az alkatrész, azt mondta az egyik tulajdonos, hogy 50 lejbe kerül mindössze, de nagyon kellemetlen, amikor egy nyaraláson, egy idegen helyen, a zuhogó esőben nyitva kell hagyd a kocsit, vagy nálon zacskóval és szkocssal tömöd be a lyukat. Nem is biztos, hogy kapsz a környéken alkatrészt, szerelőt, stb. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen zsákba macskás történet. Ezen felül nem olvastam semmilyen különösebb panaszt rájuk. Azon kívül úgy, hogy francia autó, ez sok német fejű így mondaná, hogy már elég baj az, hogy francia. Én amondó vagyok, hogy egy francia autó a mi utainkra sokkal-sokkal észszerűbb, mint egy német autó. Tele vagyunk apró úthibával, útjavítással, non-stop valamit bütykőnek, ásnak,
hógázt vezetnek, hóvizet, hókanalizálás, de valamivel egyfolytában tönkreteszik az utakat. Sokkal-sokkal kényelmesebb a futóműve egy francia autónak kanyarba is. Ha egy úthibán kell átmenni a kanyarba, mondjam így, város között is sokkal puhább, jobban kilengi azt a sok hülye hirtelen talajváltozást. Egy német autó mindig keményebb lesz, hűvösebb lesz, olyan direkt, olyan katonás. A francia nem ilyen, ő laza, éppen nem borozik a kocsi velünk, de tényleg teljesen más érzés egy ilyen autóval menni. Érzem, olyan jó folyós a kormány is. Beveszem, de csak egy fél másodperc múlva kanyarodik oda, úgy áthelyezi a súlypontját az autó. Amúgy a Citroen C5-ös padlólemezére van építve ez a Peugeot, úgyhogy nem is csoda, hogy egy ilyen nagy tágas autót kapunk. Akárhogy robotizált váltó ide-oda, jól lehet vele előzni. Tényleg érződik azt, hogy ez nem egy dupla kuplungos váltó, hanem olyan, mintha manuálisak lennénk, csak nem kell oda nyúljunk. De ennek következménye az is, hogy egyszerű. Ha nincs elektronikai gondja, ami leadja a jelet a kuplunk benyomására, másképp szerkezetileg, ez egy tök egyszerű történet. Kis visszakapcsolás. Meg lehet, nagyon meg lehet szokni. Az ember egy picit előre gondolkodik, főleg ha ugyanazzal az autóval jár örökké és nem cserélgeti, annyira hozzá tud nőni, ki tudja találni minden gondolatát a gépnek. Hogy mit mikor kell. Például jön a kanyar, kicsit visszaváltunk. Annyi a helyiség, a fene egye meg. Nagyon szépen lehet vele menni szerintem. És így kormányfülekkel, tényleg gyors. De kéziben is szépen viselkedik. Szépen megy, na, hát rendben van ez a kocsi nagyon. Ki mondta, hogy ebben 300 ezer van? Hát ez egyáltalán nem érzik. És nézzünk egy 0-100-at. 3, 2, 1. Csodás szerkezet. Fék is jó rajta. Ez az autó konkrétan eladó 4999 euróba kerül, és hogyha egy Passatot hasonlítjuk, legalább 3000 euróval, de minimum 2500-al olcsóbb. Fú, és nem ad kevesebbet, mondom nektek. Olyan finoman, lazán mész 120-ra rá, azt a mindenit neki. Tempomatod van. Kicsi Peugeot. Mondom nektek, a régi Peugeot jobbak voltak. Kis visszaváltást, lepadlózzuk, hogy fogjon a kanyarba. És fel. Nagyon-nagyon jó kis autó ez. És ennyi, mikor rámész az úthibákra, semmi. Kihajózott. Szó szerint kihajózott. Adunk egy visszapöcköt a kanyarba. És pont elég az ereje. Lehetne erősebb, hogy még jobban kihúzzon. De pont elég az ereje, srácok. Higgyétek el. Veszi a lapot.
kaszói rész is nagyon jó autózni, de ez az autó is nagyon-nagyon jó. Fú, de szépen megy. Azt a mindenit. Könnyedén, nyugodtan. Nem kell ráfeszülni a kormányra. Úgy mész, bazeg, hát autópályás tempóval mész. Erdei kanyargós úton. Nem érzik annyira keménynek, mint a Passat, ez biztos. Érzed, hogy egy picit jobban dobigálja magát. De nagyon tudsz bízni benne. És ez az, amit nagyon sok autó nem tud. Hogy nem hiszed el, hogy beveszi a kanyart. Ebbe elhiszed. Megvan a súlya hozzá. Megvan a szélessége, hosszúsága. Elég alacsony is. Nagy a tengelytáv. Tökéletes utazóautó ez. Ezt nem néztem ki belőle, komolyan mondom. Külsőre még attraktívabb, mint egy Passat, de úgy sem néztem ki belőle, hogy annyira jót lehet vele menni. Szűk kicsi utakon 90-100-zal olyan nyugodtan mész egy kombival. Jó, nem lesz belőle Megane GT, azt is erre az útra hoztam pont, azzal aztán nagyon-nagyon durvát lehet menni. De hétköznapi autóhoz képest, hát ez... Nagyon rendben van. Nagyon-nagyon rendben van. Hogy fordul be? Nem törje le derekad. És mégis szépen... Nagyon-nagyon jó ez a kocsi, de... Szerintem itt neki. De jó, hogy nem jöttünk gyorsan, ugye? Ennyit a vékony szűk erdei utakon való autózásról. Azért mindig ügyelned kellene most is, nem ekkora kamionok hordják a fát. Vagy ez most pont egy kukás, de úgyis. Szóval, egy szó mint száz. Tegyünk pontot a Z-betűre. Ez egy nagyon jó mozgó, dinamikus, széles, tágas, jó kilátású, keveset fogyasztó, kényelmes családi autó, amit 310 000 kilométerrel és robotizált váltóval is nyugodtan megvehetsz. Hozza szinte, nem mondom, hogy hozza a Passat szintjét, mert magát a Prestige-t nem tudja hozni magával, mint egy Volkswagen. De amúgy érzésre, tapasztalatra hozza a szintjét a Passatnak. 4999 euróért megvehető a Renault Selection márka független használt autó hálózatnál, Székelyudvarhelyen. A lent megjelenített telefonszámokon tudtok érdeklődni. Több mint 200 autóval dolgozunk stockról, de rendelésre külföldről bármit megszerzünk. Garanciával és ellenőrzött múlttal, reális kilométerrel. Én úgy gondolom, hogy ezt a Peugeot választani ízlés kérdése. A Volkswagennel egyáltalán nem vagy kitűnő, beleolvadsz a környezetbe, mint egy szürke kisegér, soha nem kapsz semmilyen meglepetést. Ennél a Peugeotnál azért játékos, hogy mennyire kényelmes a futómű például, hogy nem erre számítasz. Nagyon sok német autót tesztelek én is mostanában, és tényleg nem erre számítottam. Valahogy megszoktuk azt a keménységet. Még egyszer mindenkinek ajánlom ezt az autót, hogyha nagy családi autót keres, és látjátok, 300 000 km fölött is
tökéletesen működik, jól húz a motor, jól vált a váltó, szóval nem kell félni a megvásárlásától. Ennyi is volt a mai rész, nagyon szépen köszönöm támogatóimnak, partnereimnek, akik nélkül ezek a videók nem jöhetnének létre. Nagyon szépen köszönöm nektek, akik hétről hétre itt vagytok velem. Ha tetszett ez az epizód, nyomjatok egy lájkot, osszátok meg ismerőseitekkel. Extra tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán. Jövő héten egy nagyon érdekes adással fogunk jönni. Vezetéstechnikai tréningről lesz szó. Várlak titeket még egyszer a jövő héten is, addig is vigyázzatok magatokra, jó autózás nektek, sziasztok!